kb. 1-1.5 évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni az Appentum Kft-vel. Kezdeti cél az ugye az volt, hogy egy-egy mozzanatot, egy-egy műveletet próbáljunk meg lemodellezni, és azt a virtuális valóság keretei között véghez vinni. Most ott tartunk, gyakorlatilag a második-harmadik fázisban vagyunk, hogy egy teljes állomás, egy teljes műveleti sor jelenleg le van programozva ebbe a virtuális valóságban, és a dolgozó, ahogyan tapasztaltátok ti is, gyakorlatilag teljesen az üzemi környezethez hasonló körülmények között tudja az adott műveletet végigvinni. Hosszú távú céljaink ezzel az, hogy egy teljes gyártósort lemodellezzünk, a kevésbé bonyolultabb állomásoktól elkezd az egészen bonyolult és komoly szaktudást igénylő állomásokhoz, és nyilvánvalóan a célunk az az, hogy próbáljuk meg ezt az oktatást a virtuális valóság keretei között annyira megvalósítani, amennyire lehet, mert hogyha ezt ugyanúgy kint a soron csináljuk, akkor az ugye sorállást jelent, állásidőt, ami gyakorlatilag a termelékenységünkbe kerül. Tehát mondjuk ami eddig 3-4 nap, 5-10 nap volt, az mondjuk lerövidül 1-2 napra, mert így már fogja ismerni azokat az alapműveleteket a dolgozó, amiket korábban nem. Ami még nagyon fontos, hogy ez nem csak az új belépő dolgozókra vonatkozik, hanem ez vonatkozik azokra a már meglévő dolgozókra is, akik jelenleg kint tevékenykednek. Jelenleg olyan rendszerben működnek az operátoraink, hogy különböző szintekre vannak besorolva, különböző kategóriákba, attól függően, hogy milyen szaktudással, milyen ismeretekkel rendelkeznek. Tehát azok az operátorok egy-két állomást, egy-két műveletet tudnak, egészen addig, akik gyakorlatilag a teljes sort, a bonyolultabb állomásokkal együtt is értik, és így gyakorlatilag szinteket lehet ugrani, attól függ, hogy a dolgozó mire képes és mire és hova szeretne eljutni. A kategóriák közötti lépés az jelenleg vizsgákkal valósul meg, ezek a vizsgák a soron történnek most, a trénerekkel, a sorvezetőkkel, de ezzel a lehetőséggel, amit itt láttatok ti is, ezt meg tudjuk valósítani a virtuális valóság keretei között. Egy ilyen kék fény irányítja a megfelelő, tehát a figyelmet, a mozdulatokat, de a vizsgák során úgy tervezzük, hogy ez a kék fény ez nem lesz ott, és az operátornak nyilván a monitorok segítségével, amik ugye a soronon kinni segítik a dolgozókat, amennyire csak lehet, ott egy kicsit önállóban már a betanult mozzanatok tudatában kell ezeket a műveleteket elvégezni, és hogyha sikeresen teljesíti a vizsgákat, a sorvezető is ugyanúgy a tréner csapat előtt, úgy léphet a következő szintre. Ugye ezt a projektet az Appentum Kft-val kezdtük, és az ő adható segítségükkel kerültek ezek az állomások kialakításra. Különböző szabadalmi jogok révén az is elérhető nálunk, hogy azok az adott lépések, illetve folyamatok, amiket szeretnénk a rendszerbe beültetni, onnantól kezdve, hogy ez a program már működik, ehhez nem kell majd programozók, illetve az Appentum segítsége az, hogy ezt a környezetünkbe át tudjuk ültetni, és ezt fogjuk tudni majd gyakorlatilag saját erőből is programozni, illetve testre szabni igények szerint. Gyakorlatilag a darabszámunk, a kibocsátásunk és az igények szerencsére évről évre nőnek, ennek megfelelően a létszámunk is folyamatosan emelkedik, és ez különös hangsúlyt fektet az oktatási rendszerünkre. Jelenleg a 4 gyár egy közös trénercsoportja, aki koordinálja mind a 4 gyár oktatási tevékenységét, attól függetlenül is, hogy ugye a 4 gyár ugye nem feltétlenül ugyanazzal a termékportfólióval és folyamatrendszerrel működik. Ezért felismerült az igény, hogy a most meglévő oktatási központunkat bővítsük, tekintve, hogy egyre szélesebb palettájú a termékek sora, egyre bonyolultabb folyamatokkal dolgozunk, és nyilván ezért egy nagyobb oktatási központra lesz szükség, egy kicsit összetettebb lépésekkel, és jelenleg a cég is ebbe az irányba tart, hogy dolgozunk azon, hogy a jelenlegi oktatási központot hogyan tudjuk bővíteni, és ennek egy mérföldköve a VR rendszer, amit most megismertünk.